jövőre lesz 60. évfordulója 1956-nak a szabadságharcunknak. A tizenéves pesti srácok, a világ akkori legerősebb szárazföldi hadseregét megfélemlítették. Ott voltam. Nem a világhálóról töltöttem le, mert ott hazudnak. Feleségem most, hogy az évforduló volt, eldugta a rádiót. Mert a fürdőszobában, mikor borotválkoztam, majdnem a sarokba vágtam, így nagyot ordítottam, ugyanis elkezdték mondogatni, hogy 23-án este 8 órakor kezdődött el a rádiónak a dostromon nem igaz. Szembe hazudnak, szembe, szembe. Egyetlen egy sajtó nem írta azt, hogy ez a szabadságharc, amelyet a pesti srácok vívta. Azzal a korszerű fegyverrel, ami Molotov-Koktélnak neveztetik. Mert a géppisztolyjal a páncélosok ellen semmilyen mentek, azzal a dócska géphagyóval sem, amelyik ott volt a korvén közben. És a szovjetek féltek, nagyon féltek. A félelem adta azt, hogy iszonyú módon megtarolták. Közel 500 embert holára ítéltek ebből, közel 400-at kivégeztek, de legalább annyit agyon vertek a börtönökbe. 200 ezer emberünknek menekülni kellett. Ennek ellenére ez a szabadságharc szétrepesztette a bolsevizmust. Ezt egy mondattal nem mondja ki egyik se. Pedig tudja. Nehogy véletlen büszke légy arra, hogy magyarnak születtél. Hiszen Európa cselédje vagy, lábtörlője, szemétdombja,